Remek játékkal 188-as győzelmet aratott a bolgár bajnok Rilszki Sportiszt ellen az Európa Kupa F csoportjának nyitó mérkőzésén az Albafehérvár. Alejandro Zubiega alakulata a 27 pontig jutó Horn, a 18 egységet termelő Filipovic, a 14-et szerző Vojvoda, valamint a 12 pontos Nichols és a 10 pontos Smith vezérletével már 30 ponttal is vezetett, és bár a hajrában alapjáraton takarékoskodva sokat leadott előnyéből, magabiztos sikerét semmi sem veszélyeztette. Azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottan teljesítettünk, az ellenfél játékának intenzitása viszont meglepett. Azt gondoltuk, hogy fizikálisabb lesz a játék, de támadóan léptünk fel. A védelmünk többé-kevésbé jó volt. Fejlődünk. Nincs csak időnk pihenni, mert szombaton egy nagyon nehéz mérkőzésünk lesz. Vojvoda Dávid elégedett volt a csapat teljesítményével. Nagyszerű csapatgyőzelem volt, így szeretünk volna kezdeni ezt a csoportkört. Azt gondolom, hogy jól játszottunk, hogy megeremelt egy győzelem. Krivacevic Márko úgy fogalmazott, nagyon nehéz mérkőzésen vannak túl, és már alig várja a Rilszki Sportiszt elleni visszavágót. Még keményebb lesz, úgy gondolom, hogyha oda megyünk hozzájuk, akkor vissza akarnak majd vágni, de ezt még erősebben kell visszavágni. Nagy győzelmet aratott a fehérvári csapat, amelyre szombaton kemény csata vár Pécsen, az NKA Universitas vendégeként a bajnokságban, majd jövő szerdán Franciaországban az ESSM Le Portel otthonában jön az újabb Európa Kupa csata.